Készen állsz? Kötös vagy. Majd meglátjuk valami lesz. Majd meglátjuk, ez kimegy a csatornára. Jó. Sziasztok, Matilda vagyok, és a mai videó egy különleges videó lesz, ugyanis mint feltűnhetett, van itt veletem egy ember, aki az apám. Köszönj, apu. Sziasztok, Robi vagyok, könyvfüggő. Mondja azt, hogy alkoholfüggő. Na jó, figyelj, nem vállalok érted felelősséget ebben a videóban, úgyhogy azt mondasz, amit akarsz. Jó. Csak magadat minősíted. Igen, szóval itt van apa velem. Igazából ezt most be tudjuk ilyen 5000 feliratkozót ünneplő videónak, ugyanis elérte a csatorna még tavaly év végén ezt a számot, ami hihetetlen és fantasztikus, és köszönöm szépen. Illetőleg most január 6-án volt 3 éves a csatorna, ami azt jelenti, hogy 3 évvel ezelőtt töltöttem föl az első videómat, úgyhogy durva. Hol a torta? De igen, és a helyzet az, hogy apát nagyon sokan kérték, hogy legyen benne videóban. Úgyhogy most ez meglátjuk, hogy jó ötlet lesz-e vagy sem. És ami konkrétan a mai videóban lesz, összeszedtük azokat a könyveket, amiket tavaly, azaz 2020-ban mind a ketten olvastunk. És az alapján válogattuk ki, hogy melyikekről legyen ma szó, hogy Instagramra kitettem, hogy írjatok nekem számokat 1 és 18 között talán, azt hiszem annyi volt. És akkor úgy nyilván amelyikekből a legtöbb jött be, mindegyik könyvhöz párosítottunk egy számot, és akkor... Mert hogy 18 könyvet olvastunk. Nem együtt, hanem mind a ketten olvastunk. Ugyanaz a 18 könyvet. Igen, és igazából 5 könyvet akartunk választani, de természetesen volt egy 3-as holt verseny, úgyhogy 7 vagy 8 könyv lesz a vége, 2, 4, 5 és 2 nincs itt, 7. 7 könyv lesz a vége. Na de akkor csapjunk is bele! Menjünk sorba, hogy így van, és akkor ezt a kettőt ne felejtsük el, ami nincs. Akkor kezdjünk azokkal. Kezdjünk azokkal. Jó, akkor az első könyv, az a Minden szív kaput nyit. Ez jó volt. Ezt a könyvet ugye a BookTube könyvklub miatt olvastam el én is, és mivel megvettem saját példányosan. Én megvenyúltam. Igen. De kb. Előbb nyúltad be, mint én. Vagy anya olvasta elsőnek, utána én utána, mindegy. Basz. Igen, az ugye a Csellengő gyerekek sorozat első része, és arról egész sokat beszéltem, főleg, hogy még a kedvencek videómban is benne lesz, ami ezután megy majd ki. Wow. Ja, kedvencetem. Szóval, mi volt a véleményed arról a könyvről? Nagyon jó könyv volt. Az a baj, hogy úristen, mikor olvastam én azt. Szeptemberben. Régen volt. Nagyon-nagyon régen volt, és sok-sok könyvben vagyok túl azóta. Igen. Covid miatt nem tudott jógaórát tartani, úgyhogy ráért, és a teljes polcomat végigolvasta azóta. Szoszó. Eljárt közben. Az volt az, ahol valami házba elmegy a leányzó. Igen, tudod, amikor más világokba átkerülnek, vissza a rendes világba, és utána a kis otthonba mennek. Kicsit lassú volt. Az út, mire eljutottunk a lényeghez. Igen, mert valahol a felénél indul be a könyv. És igen, 160 oldal. Igen. Szóval nem egy hosszú könyv. Várta, hogy majd valami történik, valamit is mi is történik. Ezért úgy izgalommal várta az ember, mert hogy érdekes volt maga a fölvezetés is. De aztán a végére klassz lett a könyv, és jól összeértek a szálak a történetben. Meg nekem kifejezetten azt tetszett benne, hogy rövid volt, és nem volt semmi túl magyarázva itt egy jókai kötetben, hogy az oszlopokat 40 oldalon keresztül írja le. Nem bírod a 40 oldalas leírásokat. Én sem. Hát gyűrűk urát legutóbb ezért hagytam. Igen, a második felénél azt igen, tudom felhasszal. Igen, kész volt tőle. De igen, ez valóban így, hogy tök jó volt, hogy viszont, hogy jól lehetett haladni, nincs túlmagyarázva, és engedte az író az olvasónak azt, hogy a mögöttes tartalmat maga oda tegye, ahogy ő gondolja. Ja. Kövi, jöhet? Jöhet. A mackós. A medve és a csalogány. Jaj, a medve és a csalogány. Az apának most nagyon bejött, mert ugye az is szintén egyébként BookTube könyvklub havi könyv volt decemberben, és most vasárnap lesz róla élő kibeszélő az én csatornámon, 17-én 17 órakor. Úgyhogy azt majd a többiekkel is megbeszéljük, de akkor itt most apával is
szótekünk róla. Nagyon jó volt. Igen. Nagyon jó. Beszikpantotta az embert az a történet. Bár megjegyzem, ott is úgy volt, hogy... Az elsőnél sohajtoztál egy kicsit. Igen, az elsőnél az elején sohajtoztam egy kicsit, hogy úgy forgattam a szemem, oké, értem, oké, mese, oké, mese és mond a világ, de valami történjen már végre. Tehát ott is egy kicsit így nehezen jutottunk el odáig, amikor már valami lényeg is történt, viszont érdemes volt azt az időt végigolvasni, illetve végigolvasni az oldalakat, amik fölvezették az egész történetet. És ugye felén úgy elvarázsolt az ember, de úgy totálisan. Én egyébként egy kicsit aggódtam, miután mondtam neked, hogy ez jó, megmondtad, hogy akkor elolvasod, és így aggódtam, hogy mondom, hát azért ez nem annyira a te stílusodnak tűnik, de azt nem tudom, azért, mert mi az ifjúsági jéja, és így elgondolkodtam, hogy lehet, hogy ez neked annyira nem, de aztán úgy voltam vele, hogy amúgy ez a mondavilágos dolog lehet. Igen. De azt beszéltük is, hogy az ilyen orosz mondavilág tök érdekes, és tök olvasnak még róla többet. Így van, mert egyébként nem foglalkozott az ember ezzel, hogy mit a csetnyik, meg a többiek, akik vannak, akik is... Nem tudom, mert én angolul olvastam. Ja, angolul. Ugye a házi manók van, a tűzhelynek manója, jó, igen, az megvan, csak a nevek nem manója. Tudom, hogy pontosan, hogy vannak leírva vizuálisan. A erdőnek nagyon klassz volt, és hogy viszonyulnak ehhez, illetve hogyan kezdenek ezek eltünedezni a kereszténység sérhodítását. Egyébként a legérdekesebb, meg legjobb része nekem abszolút az volt a könyvben, ezek a kis mondalények. Igen. Az volt a legjobb. Meg én minden ilyen kis cukinak képzeltem őket, hogy oké, hogy ilyen kis rossz csontak, de ilyen kis cukik, és így tetszettek. Ugye én már olvastam a másodikat is. Olvasta, igen, és most... Töreztem a harmadik felé, igen. Elő kéne kerítani valahonni. Hol tartottunk? A mondalények. Cuki lények. Igen, mert ugye azt írja, hogy a saját mondavilágukban is van, amelyik kis aranyos, meg segítőkész, de van, amelyik csak gonosz, de van, amelyik vagy segítő, vagy gonosz, éppen milyen napja volt aznak. Igen. A harmadikban lesz egy ilyen kis gomba lényecske az írtócuki, én azt úgy bírtam. Ja, azt olvastad már? Igen, én végigolvastam. De végigolvastad. Decemberül fejeztem be. Szóval nagyon jól lassan. Szóval apának abszolút bejött ez az egész sorozat, úgyhogy... Tehát nem vártam, hogy ennyire be fog neked jönni. Meglepő módon igen, még a szerelmi szál, vagy ilyen látszalagos szerelmi szál ellenére is. Ez valami teljesen jó van benne szerintem. És akkor jöhet a következő. Szeretnéd mutogatni? A következő? Igen, én mutogatom. Nem, átadom neked. Mutogathatod te is nekem, mindegy, csak úgy kikaptad a kezemből, hogy megijedtem. Szóval a következő könyv, ami belekerült ebbe a listába, az a Monochrome Jasper Fordtól. És ezt a Metropolis Media kiadótól kaptuk, meg még egy könyvet, ami ebben a listában van, mert egyébként apáik kedvence, ahogy én ezt elkezdtem, ezt a YouTube-ot, és így nem csak angol könyveket olvasok, hanem van egy csomó magyarom, és ezeket ők is el tudják olvasni, és általában előbb elolvassák őket a reci könyveimet, mint én, mert te, hogy van 70 oldal per órás sebességgel olvasol kb. Én meg 40, úgyhogy kicsit előbb rá szoktam magát vetni a könyvekre. Na, szóval, Monochrome. Új fizika. Hány oldalt olvasol óránként? Az a sebességed, igen. Monochrome, ez nagyon klassz volt, bár itt megint csak ott tartunk, hogy az elején úgy lestem, hogy most mi van ezekkel. Igen, ez a színek szerinti beosztás, amit mi nem tudunk, tartozik. És az a baj, ez igazából a végére sem derült ki teljesen, de a vége felé már nem is érdekelt az embert, mert ugye annyi felé elágazott a sztori ugyan egy irányba mutatva, hogy az ember ezzel már nem annyira foglalkozott. Elméletileg ez is egy sorozat. Igen, de angolul se jelent meg még több része. Nagyon sajnálom egyébként, mert hogy érdekelne, igen. Jó, meg érdekes volt. Főleg, hogy amikor eljutsz a végére, akkor ott úgy is van a vége, hogy így várod a akkor folytást. Most mi lesz, igen. De nincs angolul se sajnos. Nagyon sajátos világot mutat be ez a Monochrome, ahol a társadalmi osztályok színek szerint vannak meghatározva. Ez egy érdekes elgondolás egyébként. És alapvetően a milyen színek ezek? Hogy mondjuk? Hát a fő, az alapszínek. Tehát mindenképp az alapszínekből indul ki, és akkor onnan a keveredések jönnek. Azoknak a lényeg. Mert ugye alapból legtöbben csak egy színt látnak, és azt is te egy... Azt is különböző... Skálán. Köszönöm, vannak, a fokozatra jutott volna eszünk, de különböző skálán. Úgyhogy érdekes ez a könyv, érdemes végigolvasni. Már nem is lesz folytatása, még akkor is egy érdekes sztori, egy érdekes világban.
különösen a, hogy ne spoilerezzek, el lehet romolni a társadalomban, mert hogy az ember, hogyha nem megfelelően viselkedik, akkor elviszik a könyv szerint egy ilyen átnevelő helyre, azt hiszem újraindításnak mondják. Hát ennek van egy érdekes kimenete, de olvasd el és megtudod, hogy mi az. Ez meg akkor a másik galaktikás. Másik galaktikás, hát jó, az is még egy olyan könyv volt, hogy... Az Johanna Sinisalótól a nap magja. Ez is szintén benne lesz a 2020-as legjobb könyvekben, mert ez egy alternatív finn történelmet mutat be, ahol egy új társadalmat hoztak létre, amiben minden be van kategorizálva, és aszerint kell élni. És a legnagyobb drog a csípős. Csípős paprika. Borítón is itt van rajta, de fölhívnám a figyelmet erre a részre is itt. Fontos da Vinci. Van. Nem, Da Vinci nem látszik, hogy ez itt micsoda? De én látom, hogy az ott micsoda. Hát mint a Da Vinci-ben a kehely meg a... Hát az is, de egy konkrétabb utalás azért ez. Hát jó, én tudom, elolvastam a könyvet, tudom, hogy mi van. Jó, az. 18 alattiak miatt nem mondjuk tovább. Igazából ez egy milyen patriarchális társadalmat vázol föl, ahol a nőknek... Hát igazából alávetett szerepe van, hogyha ezt meg így mondhatom. Megtárgyasítva vannak. Hát ezért mondjuk alávetett szerepük van, ráadásul az alávetett szerepen belül is van még tagozódás. Tehát vagy feleség alapanyag vagy el vagy küldve dolgozni, és amúgy ivartalanítanak. Valami ilyesmi. Igen, tehát hogyha nem a szőke, kékszemű Barbie baba és feleség alapanyag kategóriába tartozol, akkor elküldenek munkásnak, de biztosítékot szereznek arra, hogy ne legyen gyereked, nehogy a rossz géneket továbbad. Mert gondolkodó nő... És akkor az egyik síkja a történetnek. Igen. Ez a nőkkel való bánásmód ebben a kitalált társadalomban. A másik síkja pedig az, hogy ennek a társadalomnak vannak tiltott dolgai. És igen. A szex is ilyen egyébként ebben a társadalomban. A másik pedig, amit nagyon üldöznek és drogként kezelnek, az a csípős paprika. És akkor ez a két dolog kapcsolódik össze és fut ki egy végkifejletre a történet végére, mármint hogy a nőknek a kezelése és a csípős paprika, mint drog, keveredik, kavarodik végig az egész történeten. Nagyon izgalmas, nagyon jó könyv. Általában vannak benne, most azt keresem, hogy minden résznél, nem minden résznél, ott vannak ezek a törvénykönyvidézetek. Igen, itt felül be is jelöltem őket. Felső. Tehát megvannak a társadalomnak a szabályozása is, hogy akár a finn nyelv szótárából, hogy definiálják a hímeket, meg a nőstényeket, illetve hogy hogyan kell viselkedni a nőknek, főleg a nőknek, a férfiak a kevés. Nincs is benne előre, szerintem csak a nőkre van előre. Annyira nem. Hát, ugye az ember kapkodja levegőt, hogy te jó, Szóval izgalmas, érdekes, hogy mindenképpen én magam részéről ajánlom egy elolvasásra. Muszáj napálom a következőt. Ez, igen. Ez ugye Martin Kater az Eastern. Kezdte? Én azt mondom, hogy ezt is kezdte. Gorosz. Várakozással kezdtem el ezt a könyvet olvasni, pozitív értelemben vett várakozással. Nagyon nekem tetszett egyébként a borító, sugalt valami érdekes, klassz történetet. Nagyon klassz illusztrációk vannak benne egyébként. Fekete-fehér illusztráció. Ugye ez a manga. Egy kicsit ilyen manga és western sztori keveredésének hatott így utólag is, hogy végigolvastam. A moly.hu-n megírtam a véleményemet a könyvről. Én is. Kevés könyvet szoktam lecsillagozni, tehát ugye 5-ig lehet csillagozni. Ennek talán 3-at adtam, volt ennél rosszabb is egyébként, már a kezemben tavaly. Kicsit sajnáltam, hogy végül nem váltotta be a hozzáfűzött reményeket, mert így ránézésre, kivitelezésre, egyáltalán mint könyv kivitelezésre is annál sokkal többet ígért, mint amit végül a beltartalom adott. Ott akadtam ki egyébként, amikor itt az elején volt egy ilyen, nem is tudom, 20... A legelején, az igen, jól indult. Egy ilyen 20-30-40 oldalon keresztül egy ilyen akció jelenet. Tehát könyvben, akció jelenetből, nem tudom, két oldal bőven elég, mert az olvasó elmondja, mert már nem akar ezzel. Mert már nem akar... Miért én beszéltem ebben biztosan?
Nem, szóval már nem akar ezzel tovább foglalkozni, a cselekményt akarná, nem az, hogy oké, van csigipuhi, majd odébb is lesz egy csigipuhi egy másmilyen. Kicsit olyan volt az egész, mintha azt néztem volna, hogy valaki ül mellettem és videójátékot játszik. Ki a francot érdekel. Szóval igen, és nem egy ilyen volt sajnos benne. Voltak logikai hibák benne, meg olyan oda nem illő jelenetek, párbeszédek, szereplők, amivel nem lehetett igazából mit kezdeni. Ugye elvileg ez is egy sorozat, és ennek az első része is már megjelent, ha jól tudom, a második, igen láttam a könyvesboltban. De azt kell mondjam, hogy olyan csalódást okozott, hogy nem érdekel, mi történik benne a továbbiakban. Kár értem, mert hogy ennél sokkal jobb is lehetett volna. Hát... szerintem nagyjából elmondtad, amit én is érzek. Én 2 csillagot adtam rá, tehát én nekem még annyira se tetszett, mint neked. És ezt tudjátok, mert amikor olvastam a könyvet, szegények végig azt hallgatták, hogy én hevesen kifejtem az érzéseimet a könyvvel kapcsolatban. Nekem egyébként a legjobban az fájt, hogy egy badass főszereplő volt nekünk ígérve, és igazából már az elején se nagyon érdekeltek se a szereplők, és így hamar rájöttem, hogy a sztori maga se annyira. Na, és hát a lány főhős az egy... Úristen, hiszt is. Majdnem, igen, nem micsoda. Ilyet. Tehát nekem ott volt eleve a probléma, hogy van a badass női fő hősnőnk, aki mennyi? 20 éves körülbelül, és akkor jön a 30 éves férfi hősünk, és egyrészt a romantikus szál is olyan volt, hogy... Várjál, az a 30 éves férfi főhős, akinek már nem tudom mekkora múlt és harcos múlt van a háta mögött. Igen, na mindegy, és ugye valahogy a kis csaj túlélte az elmúlt 5 évet, azt hiszem, vagy többet, és valami hírhet nagy bandita, és hullahegyeket vagy maga után. Ehhez képest, miután a pasi föltűnik, hát egy épkézláb mozdulata nincs, és meg kell menteni folyamat, és a személyisége is számomra elég taszító volt. És omlanak mögötte a dolgok össze csak. Katasztrófa volt, és ez csak egyike volt a problémáinknak. Tehát, meg a másik az tényleg, hogy ebbe annyiféle típusú és stílusú elem volt, hogy a végére nem értette az ember, hogy mi történik, meg mi akar lenni. Tehát ott volt a western, a disztópia, a posztapokaliptikus, a valami fantazi elemek is voltak benne. Szóval így, és egy 400 oldalas könyvről beszélünk, de tényleg így annyira világépítés nem láttam, és az teljesen összekavart, hogy most mi történik. Meg az ilyen... Lehet, hogy kiderülnek. Jó, lehet, de pont ezt mondtam, de... ezek után már nem érdekel. Igen. Igen, szóval nem nyert el a tetszéseket. Mert hogy nem akarok még 400 oldalt így végig kilódni. Yes, pontosan. Szóval erről a könyvről ez a véleményünk alakult ki. Következő. Beth Monitor, az igaz szerelem nem öregszik. Erről szerintem nem ugyanaz volt a véleményünk. Úgy emlékszem. Kicsit eltért. Eltért. Szerintem nekem ez kevésbé tetszett, ezt egyébként az Államgyárkiadótól kaptuk. Én arra fogom rá, hogy nekem ez nem tetszett, hogy borító alapján, és így ránézésre ez egy ilyen cuki, öregkori, romantikus történetnek tűnt. De tulajdonképpen valamilyen értelemben az. A pasit gyűlöltem benne végig. Melyiket? Hát a férjét. Ja. Egy kanálvízbe akartam leginkább megfojtani. Angol és pasas. Ez a kettő együtt már nem egy könnyű keverék. Összességében nem volt rossz könyv, mondjuk nem is az a fajta, én ezt úgy szoktam megfogalmazni, hogy számomra az a jó könyv, amit nem bírok letenni. Még nem volt az a kategória, amit nem bírok letenni, a Medve és a csalogány viszont az volt. Érdekes sztori volt, ugye egy angol öreg néniről mondjuk így szól, ő a történet főhőse, hogy éli a mindennapjait. Hát eleve angol, ugye az angolokról állítólag azt tartják, én is csak úgy hallottam, hogy zárkózottak, ha kell beszélnek bármiről, ugye, mert csevegni azt tudnak, ha kell, hanem leginkább mondjuk akár az időjárásról, de ugye önmagukról vagy a saját dolgaikról nem beszélnek idegenekkel, hát még lehet, hogy a saját családtagjaikkal sem. Ez elég erőteljesen megjelenik ebben a könyvben, és végig is vonul rajta. Tehát azt végig lehet követni, hogy ez a főhősünk hogy nyílik meg mások felé. Igen, és közben eszembe jutott, hogy van benne egy kutya. Kutya a kutya is. Miatt mérges vagyok. Tehát hogy az volt az utolsó csepp a pohárban. Mondjuk nem tudom, hogy arra miért volt szükség. Az hatásvadászat volt. Ezt el kell ismerned.
Oké, de nem lett tőle se jobb sem. De egyébként majdnem azt mondta, hogy még egészen, tehát elolvastam a molyos értékelésén. És azt írta benne, hogy ezután a könyvtel akár még hajlandó is lenne kutyát örökbe fogadni. De erről még beszélnünk el, és át kell gondolni, ezt is hozzátettem. Na, egy kis kutya. Gondolom, hogy ilyen cuki lenne. Aha. Nyolc... Nem lenne annyi macskán, Na, szóval térjük vissza a könyvre, elterelt a témától. Egy olvasható könyv lehet, hogy lesz olyan, akinek szerethető is. Én ezt úgy fogalmaztam meg, hogy ez ilyen kis, és nem sértésként, vagy pejoratív értelemben, ez egy ilyen kis kellemes kis limonádi olvasmány, hogy leülsz, és akkor eliszogatod a limonádét, és közben olvasod, vagy a kávét, és közben végigolvasgatod ezt a könyvet. Jó társ egyszer végigolvasni, és akkor itt a hangsúly az egyszeren van. Ezt a sztorit még egyszer nem valószínű, sőt, biztos is, hogy nem olvasom el. Mondjuk emlékezni fogok rá, ránézek. Egyszer el lehet olvasni. A könnyű szórakozást szeretnél némi kis tanulságokkal? Hajrá! Utolsóra felkészültél? A lélekrablókra? Igen. Ez Ákadi Zsuzsától a lélekrablók, és ezt én úgy tudom, hogy szintén eltérő a véleményünk, és most én vagyok a pozitívabb oldalon. Ezt meg kell nézni. Meg kell nézned. Szerintem ezt is én olvastam először, vagy anya? Nem, ezt anya olvasta, aztán én olvastam, de ez még februárban. Igen, ez és most már nagyon régen volt relatíve. Most meg kellett néznem a moly.hu, hogy mit is írtam róla, és ennek is 3 csillagot adtam, mint az Easternek. Hát voltak vele bajaim, meg kell mondjam. Az egyik bajom az volt, hogy iszonyatos szenvedés hátán van benne. Persze, akár igaz történetet, vagy igaznakható történetet, vagy olyan történetet ír, vagy olvas valaki, aminek van igazság alapjában, vannak olyan dolgok, amik nem csak pozitívumok és kis szívecskék, meg rózsaszín felhőcskék, de ebben csak a szenvedés, tehát ez... Hát igen, elég erősen. Ó, Istenem, tehát olvastam, és ja, Istenem. Meg a másik, ami halálom egy könyvben egyébként, hogy ilyen 60-70 oldalak után, vagy a könyv harmadának az elolvasása után már úgy tudja az ember, hogy mi fog történni. Ebben is tudtam egy dolog kivételével, de azt most nem mondom el, ha bőven érdekel, akkor majd megnézed az írásbeli értékelésemet a molyom. Nagyon-nagyon miután tele volt szenvedéssel a történet, én is nagyon szenvedve olvastam végig. Nem azért, mert hogy átéltem esetleg. Szerintem. Pedig te is akartál, lelkész, hogy mi akartál lenni? Az egy dolog. Az egy másik dolog. Szerettem volna élvezni ezt a könyvet. Nem sikerült. Ha katarzisról beszélünk, hogy mégis milyen érzéseket hozok föl, hát dühös voltam rá. Az is egy katarzis nyilván, de nem biztos, hogy ez egy könyv olvasásának a célja. Nagyon sok következetlenség volt egyébként benne. Egy bekezdésben mond valamit, aztán a másikban teljesen más, amit néztem, hogy ez most mi a túró, illetve volt, ahol oldalakon keresztül próbált a szereplő, a karakternek a jellemébe belevinni az író, aztán utána meg 2 mondattal elintézett egyéb dolgokat, vagy más dolgokat, vagy akár évek eseményeit is 2 mondattal elintézett, és hogy akkor meg minek? Tehát vagy ilyen legyen, vagy olyan, de hogy ennyire nem sikerül egységesre, az nekem le, most nyilván ez szubjektív dolog, nekem nem nagyon tetszett. Nekem ez egy ilyen egyszerre lehetett olvasni. Igazából nem utáltam, de nem is szerettem. Jó, olvastam ennél tavaly rosszabbat is, meg kell mondjam. Meg igazából ez tőlem nagyon távol állt ez a könyv. Tehát én azt például az értékelésénél figyelembe vettem, hogy alapvetően ilyet nem nagyon olvasok, hasonlót, és azért úgy voltam vele, hogy ezt így figyelembe veszem, és nem húzom le amiatt, mert én egyébként nagyon sokáig olvastam, és akkor nagyon szenvedtem az olvasással, úgy teljes minden, akármit olvastam volna, az úgy nem ment volna. És azért úgy voltam vele, hogy én azt hiszem 4 csillagot adtam neki. Kicsit túlárasztod. Lehet, ezt nem tagadom, de nem feltétlenül volt olyan szinten nekem az olvasási élmény, mint egy másik 4 csillagos könyv. Tehát például a Medve és Csalogányra is azt hiszem 4-et vagy 4,5-et adtam. És hát nagyon magas szakadék volt. Igen, tudom, de én
alapvetően akkor így ennyit adtam neki, úgy voltam, hogy adok neki ennyit, de igen, amúgy nem hinném, hogy adtam volna neki ennyit. Főleg így visszanézve már. Azért sajnálom egyébként, mert hogy jó is lehetett volna. Ugye, ahogy az Easternél is mondtam, hogy jó is lehetett volna, nekem annyira nem tetszett végül. Jó. Nem tudta nekem azt teljesen visszaadni, amit esetleg vissza szeretett volna. De ez... Hát meg azt hozzá kell tenni, hogy... Legyen az én problémám. Ehtele hangoló a könyv, tehát hogy tényleg egy pozitív dolog nem történik benne. Ha végignézed itt az egészet. Hát attól függ, honnan nézed, mert hogy a... van benne azért egy karrierépítés is. Hát jó, de... az is csak egy szerep. De amúgy szerep meg... a szerepben. Maga a könyv rettenetesen lehangoló. Igen, egyébként igen. És tényleg az igazra, hogy rettenetesen szenvedős. Tehát egy eleve egy szenvedős szituációból, egy nagyon rossz szituációból indul ki, mert mint hogy úgy rossz, hogy a helyzet maga rossz, tehát nem a... Igen, csak közben az jutott eszembe, hogy most kérdés azt tudod, hogy nyilván van egy olvasói réteg, aki szereti az ilyen szenvedős történeteket, azoknak ez kiváló történet, egyébként kiváló sztori. Mi nem szeretünk szenvedni. Erre mondtam az elején, hogy vannak dolgok, amik nem csak happy-k, meg rózsaszín hát jó, igen, tudom. De nem is ilyen, mint ez. Tehát ez... Én nem tudom. Én alapvetően azért nem szeretek olyan könyvet olvasni, ami ilyen szenvedős, mert én úgy vagyok vele, hogyha már olvasok, akkor az legyen happy. Igen, tehát a szabadon választott, szabad időben végzett tevékenységemben élvezzem azt, amit csinálok. Számomra ez kevésbé volt élvezetes. Igen. És ne akarj eret vágni a... Szóval körülbelül, hogy az élet szar, minden az, és halljunk inkább meg, mert úgyse lesz jobb. Tehát, hogy az ilyen könyvektől a... Ez nagyon jó volt, igen, ez pontosan tehát, hogy az ilyen könyvektől így elmegy az ember életkedve, és... Menj ilyen fagyizni, vagy nem tudom, menj ilyen jó süti. Tehát igen, én alapvetően azért nem szeretek ilyen könyveket olvasni, ilyen nehezebb témájúakat, mert... De nem a téma volt nehéz, jó, az előadás módja volt az. Jó, az is igen igaz. Tehát, hogy az most attól, amik hogy... vannak benne és amilyen karakterek vannak benne, akkor nem kell nehéznek lenni. Jó, apukám, értem én. No. Nem kell lehúrogni. Isten máncs. Ezt majd levizé kikapcsolom, azt jól elversz. Miket mondtam? Szerintem igazából elmondtunk mindent mindenről. Én egyébként ugye már beszéltem ezekről a könyvekről, most az volt a lényeg, hogy összevessük a tapasztalatainkat. Olyan nagyon nem tértünk el. Amúgy nem. Ami meglepő, már mondjuk... Nem szoktunk eltérni. Nem szélsőségesen szoktunk eltérni, de általában vagy nekem tetszik jobban, vagy nekem. De ott volt az a könyv, amit a gyáron olvastam, és mondtam, hogy belehajítom a Dunába, mert nem elviselni tovább. Azt én azóta nem mertem nem még hitte, elkezdeni. Nem, de elolvastad te is azt. Nem! Nem olvastad még? Azt, amikor két gyerekével nem beszél a nő? Igen. Azt én még nem olvastam, mert azt mondtad, hogy az extra szenvedős lesz, nagyon és mondtam, hogy az nekem most nem az kell. Az csak két csillagot kapott, ugyan a borzasztó volt. Na igen, szóval akkor most ezeket a közös olvasmányainkat vetettük össze a 18-ból, amit közösen olvastunk. Habár, hogyha... Ja nem, mert most fejezted be a mackós második részét, akkor semmi, akkor 18 könyv volt a végére. Igen, és akkor... Ezzel most megünnepeltük a csatorna szülinapot, meg happy a... Happy birthday! Meg a mérföldkövet is, úgyhogy... És kipróbáltunk téged is a csatornán, meglátjuk, hogy teljesítesz, és majd eldöntöm, hogy jöhetsz-e többször is esetleg. Jó! Úgyhogy ez a debütálásod, és ajánlom, hogy jó legyen. Mert ezt nekem most meg kell vágnom. Mert ilyen sokat ültünk előtte. Jó 35 percnyi felvételünk van abban. Yes, és ez 35 perc, azt igen. És igen, van másfél percünk, úgyhogy elköszönöm, jó. Mert nem akarom újraindítani. Na, jó, hát remélem tetszett ez a kis közös videó, amiben most kivételesen nem Emma volt velem, hanem apukám, édesapám. Fokozd. Szóval amivel apa volt bennem, mert apának szoktam meg hívni semmi másod. Max poénból. Szóval remélem, hogy... Ő is elnyerte a tetszét eseteket, és jó lesz ő is néha, ha beugrik, nem csak Emma. Legalább több embert be tudok válogatni. Köszönjük, hogy megnéztétek a videónkat, hogyha tetszett, nyomjatok egy like bombot, és iratkozzatok fel a csatornára. Sziasztok, viszlát a következő alkalommal. Elköszönhetsz. Sziasztok. Vagy csak simán sziasztok. Majd a válogatok. Jó, majd válogassuk ki, amit akarok. Közben én meg én itt motoszkálok. Motoszkálsz.